Másfél milliárdos beruházás 50 szobás 200 személy befogadására alkalmas munkásszálló épült Nyíregyházán. Kalászos bemutató, bőven terem idén gabona, de az még mindig kérdéses, lesz-e elég raktára betakarított terménynek. Folyamatos a méhpusztulás, csak hazánkban nagyjából 300 ezer méh család pusztul el telente. Másfél milliárd forintból 50 szobás 200 személy befogadására alkalmas munkásszálló épült Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A létesítményre azért van szükség, mert az ipari beruházásoknak köszönhetően egyre több távolról érkező munkavállaló dolgozik a városban. A beruházás az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt program keretében valósult meg. Szállodai szintű szobák várják a munkavállalókat Nyíregyháza új munkásszállójában. A Tiszavasvári út mellett épült fel az az 50 szobás, akár 200 fő befogadására alkalmas dolgozói apartman, amely a jövőben a távolabbról érkező dolgozók ideiglenes otthonául szolgálhat. A beruházást a debreceni székhelyű Xanga Ventures magántőke alapkezelő ZRT valósította meg. A tervezett fejlesztéseink első elkészült projektje itt az a munkásszálló, itt Nyíregyházán a Tiszavasvári úton. Ezzel lehetővé téve a városba már betelepült, illetve a jövőbe betelepülő termelői szolgáltató vállalatok megnövekedett szállásigényeinek korszerű infrastruktúrális környezetbe történő kiszolgálását. Ez egy korszerű épület, energiatakarékos, minden szoba saját fürdőszobával rendelkezik, televízióval, klímával, hűtőszekrénnyel felszerelt. A fejlesztésnél nagyon fontos volt az, hogy környezettudatos a fejlesztés. Ennek szellemében ugye a létesítmény energiatakarékos, hűtését hőszivattyús rendszer biztosítja. A fiatalok helyben tartása és visszacsábítása kiemelt célkitűzése Nyíregyháza önkormányzatának, mondta el Kovács Ferenc polgármester. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a vármegye távolabbról érkező munkavállalóinak lakhatására is gondolnia kell a városnak. Az ipari befektetők ugyanis egyre több munkahelyet teremtenek. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hallgatóinak több mint 60% a megyei, nem nyíregyházi, és a nyíregyházi nagyfoglalkoztató cégek dolgozóinak is az 50%-a nem nyíregyházi. Tehát innentől kezdve ezt lehet mondani, megyei programnak is, nem csak Nyíregyházáról beszélünk. És hát említettem, hogy már eladtunk 100 hektárt, két befektetőnk van. A WScope dél-koreai cég, aki 1200 munkahelyet fog létesíteni, a Boysen, ez egy BMW beszállító német cég pedig 400-at. Ezek a munkahelyek 25-től fognak megnyílni. De már most gondolkoznunk kell azon, hogy ez a tendencia megmarad, tehát sokan jönnek a megyéből ide dolgozni. Az elmúlt 6 évben összesen 61 munkásszálló építése kezdődött meg Magyarországon, a nyíregyházi pedig a 28. az elkészült beruházások közül. Erről már Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár beszélt az eseményen. A politikus rámutatott, nagy szükség van ezekre a létesítményekre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a régió munkaerőpiaci helyzete ugyanis folyamatosan javul. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországon a foglalkoztatásban, a munkanélküliségben óriási különbségek vannak kelet-nyugat között. Hál' Istennek az elmúlt 13 évben ez az olló szűkült, de még mindig potenciálisan, ugye itt most már Szabolcsban is 10% alatt vagyunk, a nyugati régióban pedig ilyen 1-2%, tehát ott már elfogyott a munkaerő gyakorlatilag. Itt még rendelkezésre áll, és hála a jó Istennek azt, amit hosszú évtizedek óta nem sikerült megvalósítani, hogy olyan térségekbe jöjjenek beruházások, ahol egyébként a munkáskéz rendelkezésre áll, na ez most sikerült az elmúlt néhány évben. Az új munkásszállót 50%-os állami támogatásból, összesen mintegy 1,5 milliárd forintból alakították ki Nyíregyházán.
A Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség munkatársai Milota térségében elfogtak két magyar állampolgárságú férfit, akik 6 mesterkarton cigarettát csempésztek. A rendőrök a 25 éves és a 26 éves férfiakat a Határrendészeti Kirendeltségre előállították, majd a közel 7 millió forint értékű magyar adó és zárjegy nélküli cigarettával együtt átadták az eljárás lefolytatására illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak. Javul a kalászosok piaci helyzete, a tárca pedig segíti a gazdákat az értékesítésben, mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár Gyula Tanyán az országos kalászos tanácskozáson és fajta bemutatón. Az eseményen elhangzott, az ukrán gabona letörte az árakat, ami hatalmas károkat okoz a termelőknek. Az előrejelzések szerint bőven terem idén gabona, de az még mindig kérdéses, lesz-e elég raktára a betakarított terménynek. Előtérben az árpa, háttérben a búza látható ezen a gyulatanyai szántóföldön. Szépen fejlődik mindkét gabonafajta, ami jó hír a vármegye gazdái számára, akik tavaly hatalmas károkat szenvedtek el a történelmi aszály miatt. Többek között erről és a kalászosokat érintő más aktuális kérdésekről tanácskoztak a szakemberek a helyszínen. Az időjárás most rendkívül jó volt, hála jó Istennek, a őszi csapadék is, illetve a tavaszal, tehát a kalászosra szinte akkor jött, amikor kellett volna. Nagyon ígéretes termés mutatkozik úgy a búzából, mint az árpából. Ugye a növényvédelemre oda kellett figyelni, de én szerintem egy olyan 6 tonna körül a búz, és olyan 8 körül az árpára. Annyit tippelek én is, illetve itt lévő szakemberek. Jó termés várható tehát, de lehet, hogy éppen ez jelent majd gondot. Sok raktárban ugyanis továbbra is az ukrán, jelentős részben fertőzött kukorica foglalja a helyet. A szomszédos országból érkezett gabona ráadásul a magyar termény piaci helyzetét is lerontotta. Talán még a gabonafélék, itt a búza, titikálé, árpa, repcére gondolva ezeknek lesz is kapacitás elhelyezni, de ha elérkezünk oda, hogy a napraforgó és a kukorica betakarítása megkezdődik, akkor minden raktár telítetten várja ezt a betakarítási időszakot, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak fokozódott a tavalyi évhez képest ez a probléma. Most nem az aszály jelent nagy problémát, hanem az, hogy hál' Istennek egy bő termés elé nézünk, és a árak pedig úgy alakulnak, hogy az önköltségét sem fedezik a mezőgazdaságban, ami egy rossz hangulatot gerjeszt itt a gazdálkodók körében. Vinei Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, a kormány számos támogatással segíti a magyar gazdákat, akiknek most összefogva kell azon dolgozniuk, hogy átvészeljék a nehéz időszakot. Sok bizonytalansági tényező van, és ezért én azt szoktam mondani, hogy 3 dologról biztos, hogy kell itt beszélni: a szakmaiságról, a képzésről, mert én nagyon fontosnak tartom az agrár szakképzést és az agrár felsőoktatás fejlesztését, hogy minél több fiatal jelentkezzen oda, aki át akarja venni a gazdaságot, vagy egy generációváltásban részt akar venni, és a harmadik pedig az összefogás, ami néha nekünk magyaroknak nem mindig sikerül, de itt most szükség van arra, hogy a mezőgazdaság minden területén átvészeljük ezeket a nehéz éveket. Bár a gabona ára jelenleg még valóban alacsony, a várakozások szerint ez a következő hetekben, hónapokban változni fog. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár azt mondta, az Agrárminisztérium minden segítséget megad a termelők számára ahhoz, hogy reális áron tudják értékesíteni terményeiket. Biztató jelet látunk, hiszen az elmúlt időszak folyamatos csökkenése után most jelen pillanatban az látszik, hogy a világ tőzsdéin elkezdődött egy áremelkedés, és arra szeretnénk minden gabonapiaci szereplőnek felvinni a figyelmét, hogy figyeljenek a piaci folyamatokra, figyeljék azokat a trendeket, amelyek most jelen pillanatban mégiscsak egy kapaszkodót kell, hogy nyújtsanak a gazdálkodók számára is. Tisztességes üzletmenetet várunk el a felvásárlóktól, a termelők felé pedig azt üzenjük, hogy mellettük vagyunk, és azt üzenjük, hogy mindenképpen olyan áron értékesítsék a terméket, amely reális és megfelel a piaci folyamatoknak. Erről is adunk információt valamennyi érintett számára.
A tanácskozáson elhangzott, az országban összesen 164 ezer gazda nyújtotta be a kérelmet az egységes terület alapú támogatásra. Az eseményen azokkal a feltételekkel is megismerkedhettek a gazdák, amelyeket a közös agrárpolitika új szabályrendszere támaszt, és amelyeket mindenképp teljesíteniük kell az ágazatban dolgozóknak ahhoz, hogy jogosultak legyenek a támogatásokra. A beporzók hiányát és annak hatásait Magyarországon közvetlenül érzik a szakemberek. A felmérések szerint csak hazánkban nagyjából 300 ezer méh család pusztul el telente. A becslések pedig azt mutatják, a téli méhpusztulás mértéke az elmúlt 15 évben 5-10%-ról 25-30%-ra nőtt. Átlagos élettartamuk pedig néhány évtized alatt a felére csökkent. Az elmúlt évtizedek tendenciája, hogy minden évben 20-30%-os a méhpusztulás a nyírségben. Ez van, akinél 70-80%, de van olyan méhész is, aki szinte veszteség nélkül 3-5%-kal megúszta például a legutóbbi telelést. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület jelentése szerint csak hazánkban nagyjából 300 ezer méh család pusztul el telente. Bár most jó tavaszt tudhatnak maguk mögött a méhészek, hosszabb távot tekintve nem túl biztatóak a kilátások. Folyamatos gyengülésről beszélünk, igazából azért korábbi, vagy akkor évtizedekkel ezelőtt, akkor azt mondjuk, hogy azért 50-60-70 ezer méh volt egy termelő családban. Most már azért csak mesterségesen tudjuk előállítani ezt a 40-60 ezer méhet, ami gyűjtésre képes. Ezt bizonyítja az is, hogy egy friss tanulmány szerint még 50 évvel ezelőtt körülbelül 34 nap volt a házi méhek átlagos életkora. Napjainkban ez a 18 napot sem éri el. A méhek pusztulását és a folyamatos gyengülésüket számos tényező befolyásolja. Beszélhetünk megint a növényvédőszerek használatáról, beszélhetünk megint a klímaváltozásról, beszélhetünk a klímaváltozás hatására létrejövő nagyon sok virágzó növény pusztulásáról, ahol nem tudják azt a virágport behordani, nincs meg az a folyamatos hordási lehetőség, akár virágpor, akár nektár hordásából, amelyen a családok meg tudnak erősödni, megfelelő zsírkészlettel töltik fel a szervezetüket, tavasszal jó indulásra képesek. Igazából beszélhetünk az enyhetelekről, amikor a mély családnak igazából térre lenne szüksége, ahol nyugalmi állapotban, kevés fogyasztással, nem fiasítva áttelel, és tavasszal, amikor a virágpóhordás megindul, megindul a nektárhordás, megindul a tavasz, egy igazi tavasz, a hőmérséklet emelkedésével onnantól folyamatosan tud fejlődni. Sajnos az időjárásunk, az mondhatjuk, hogy vagy akár lehet, nagyon sok évben lehet mondani azt, hogy egy hónap tavaszunk van, egy hónap telünk van, egy hónap nyarunk van, egy hónap ősz van, és ez folyamatosan váltogatja egymást, nincs meg az a négy évszak. Szakértők szerint a laikus emberek is sokat tehetnek a méhek védelméért. Már az is nagyon hasznos, ha valaki néhány virágot helyez el az erkélyén vagy a teraszán. A beporzók szempontjából a leginségesebb időszak hazánkban július második fele és augusztus vége közé esik, tehát az ekkor virágzó növényekkel lehet a legtöbbet segíteni rajtuk. A Jóga Világnapja alkalmából szervezett egész napos programot a Mátészalkai önkormányzat a helyi sportcsarnokban a mozgás mellett kiállításokkal, egészségügyi étkezési tanácsadásokkal is várták az érdeklődőket. Jóga órától csendes a sportcsarnok Mátészalkán. Ennél a mozgásformánál elengedhetetlen a gyakorlatok előtti elcsendesedés. Az összpontosítást igénylő sport nem csak a testre, hanem a lélekre is jótékony hatással van. A jóga azt szokta mondani, hogy a testre, a lélekre és a szellemre egyaránt hat. Amikor elkezdjük a jóga órát, akkor azzal kezdjük, hogy megkérjük az elménket, hogy csendesedjen le. Miután ez megtörtént, átadjuk az irányítást a testünknek, és a testünk vezet bennünket végig a jóga óra közben. Nem gondolunk semmire, az van az eszünkben, hogy meg tudjuk csinálni az egyes ászanákat, és egészen egyszerűen csak jól érezzük magunkat benne. A programot a Jóga Világnapja alkalmából a Mátészalkai önkormányzat szervezte. Ez a nyári napforduló az az időpont, amikor a leghosszabb a nap, és hát ezt évszázadok, évezredek óta az emberiség különféle kultikus, misztikus, egyéb dolgokkal ünnepelte meg, aminek a rövid foglalata az, hogy ünnepelték a világosság győzelmét a sötétség felett. Hát Mátészalkán, a fény városában ne lenne ennek a rendezvénynek helye? Természetesen van. És nagyon örülök annak, hogy
különféle kiállítók már megtöltötték a Máté-Szalkai Sportcsarnok épületét, és tudom azt, hogy a mai napon nagyon sok olyan programmal tudunk kedveskedni a Máté-Szalkaiaknak, ami nem csak a testüknek, a fizikai egészségüknek jó, hanem a lelküknek is, hiszen fontos, hogy a lelkünk és a testünk egy harmónia mentén működjenek. Szeretném külön megköszönni a szervezőknek, akik ingyen bérmentve szívüket, lelküket beletéve szervezték ezt a rendezvényt. A programra kicsiket és nagyokat is vártak. A jóga gyakorlásán túl a sportcsarnokban felállított standoknál egészségügyi tanácsadásokon is részt vehettek a látogatók, emellett kiállításokat is rendeztek a szervezők. Igyekeztünk úgy összeállítani a kiállítók körét, hogy mind a testi és szellemi és lelki egészségre is tudjunk hatni, és aki ide eljön, az egy komplex csomagot kaphasson érdeklődési körének megfelelően. Próbáltuk a spirituális és kevésbé spirituális lehetőségeket megteremteni, szűrésre van lehetőség a helyszínen, étkezési tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, teljesen vegyes portfóliót állítottunk össze mai napra. A jóga szanszkrit eredetű szó, jelentése összekötés, egyesülés. Az indiai bölcsek évezredekkel ezelőtt kutatták a természet és a világegyetem titkait. A felhalmozott tapasztalatokból és ismeretekből egy átfogó rendszer jött létre, amelyet jógának nevezünk. Ez a tudás a mai kor embere számára is hasznos, gyakorlati útmutatással szolgál a testtel, a légzéssel, az összpontosítással és a meditációval kapcsolatban, amely segít többek között a mindennapos próbatételek leküzdésében is. Hat érmet szereztek a magyarok a leveleken rendezett jetski Európa bajnoki futamon. A válogatott legsikeresebb tagja a nyíregyházi Jászai Csongor volt, aki egyik kategóriáját megnyerte, a másikban pedig második helyezést ért el. Az EB viadallal párhuzamosan junior világbajnoki futamnak is otthont adott a leveleki tó, ott két magyar liszenszel versenyző állt dobogóra. They are all focusing on the tower. They can see two. Now they can see one. And the rubber band went off. Újra jetskik motorzajától volt hangos a leveleki tó. A péntek reggeltől egészen vasárnap estig tartó Európa-bajnoki futamon és junior világbajnokságon minden kategóriában három futam döntött az érmek sorsáról. 20 nemzet versenyzői jöttek el erre az Európa-bajnokságra, ami problémát okozott, hogy előző héten Szardínia szigetén Olaszországban volt a világbajnokság első versenye. És azért ott néhányan, akik ott ütköztek, gépük tönkre ment, meg egyéb problémákkal küzdöttek, ők már nem jöttek el, tehát ez nagyon nehéz logisztikai feladat volt számukra, hogy akkor még onnan ugye kompal visszajönni a szárazföldre, onnan akkor ide Magyarországra eljönni, tehát nem jött el mindenki, akire számítottunk, de 20 nemzetversenyző itt vannak. A kilátogató nézők számos hazai versenyzőnek drukkolhattak a nemzetközi versenyen. A sportolók különösen a Ski GP 3 kategóriában jeleskedtek. Itt arra is nagy esély volt, hogy a dobogó mindhárom fokát magyar versenyző foglalja el. Végül a nyíregyházi születésű Jászai Csongor be is zsebelte az első helyet, a szintén magyar licenszel rendelkező Tomás Kete pedig másodikként zárt. Második futam után magyar 1-2-3 volt, mert Süli Csaba volt a harmadik helyen, és úgy nézett ki a dolog, tehát a start után ez a pozíció meg is volt, és utána kiderült, hogy a versenyigazgató egy vélt kiugrás miatt időbüntetéssel sújtotta, mint Tomás Ketét, mint pedig Süli Csabát. Úgyhogy hirtelenjében 1-5-6 lett az eredmény, és utána Tomás Kete valami hatalmas harcossággal felküzdötte magát a második helyre, visszavette a második helyet, Süli Csaba pedig a negyedik helyre jött fel. És így egy harmadik-negyedik helyen a portugál versenyző a holt verseny lett, és az utolsó futam eredménye döntött el, ahol ő ugye rosszabbul szerepelt, úgyhogy így végül is 1-2-4 lett a Ski GP 3 végeredménye. Jászai Csongor pedig ezt követően a Ski GP 2 kategóriában is remekelt, a három futam összesítése alapján a második helyet szerezte meg. A két Európa-bajnoki dobogós helyezés egyben azt is jelentette, hogy ő szerepelt a legsikeresebben a magyar versenyzők közül. A GP 3-as kategóriát azt meg akartam nyerni, ott az volt a cél. GP 2-es az egy belépő kategória volt számomra, először versenyeztem ebbe a kategóriában.
egy nagyobb, rangosabb eseményen. Ott a dobogót céloztam meg, de szerencsére mindkettőt sikerült elérnem. Úgy a GP3-ast, ezt mind a három futamot meg tudtam nyerni. A GP2-ben volt egy csata a második helyére egy észt versenytársammal, de egy nagyon jó rajtal előrébb tudtam kerülni a versenyen, és ezt a pozíciót meg tudtam őrizni egészen a verseny végéig. Úgyhogy emiatt ott is sikerült ezt a második helyet bebiztosítani. A magyar versenyzők összesen 6 Európa-bajnoki érmet szereztek leveleken. Jászain és Ketén kívül Kassa György, Szabó Barnabás és Amanda Karasek állt dobogóra, míg az egyfordulós junior világbajnokságon Leo Kete megnyerte kategóriáját, Marvin Bohuslák pedig másodikként zárt. Az Európa-bajnokság zárófutamát 2 hét múlva rendezik meg Litvániában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 50 szobás 200 személy befogadására alkalmas munkásszállót adtak át kedden Nyíregyházán. A létesítményre azért van szükség, mert az ipari beruházásoknak köszönhetően egyre több távolról érkező munkavállaló dolgozik a városban. A munkásszálló az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt program keretében mintegy 1,5 milliárd forintból épült meg. Bőven terem idén gabona, de az még mindig kérdéses, lesz-e elég raktára betakarított terménynek. Többek között erről is tanácskoztak a gazdák Gyulatanyán, az országos kalászos tanácskozáson és fajta bemutatón. Az eseményen elhangzott, az ukrán gabona letörte az árakat, ami hatalmas károkat okoz a termelőknek. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár ugyanakkor elmondta, javulásnak indult a kalászosok piaci helyzete, a tárca pedig segíti a gazdákat az értékesítésben. Nem csak a méhek száma, az átlag életkoruk is folyamatosan mérséklődik, utóbbi drasztikus csökkenése a 2000-es évek második felében kezdődött. A legfrissebb jelentések szerint hazánkban körülbelül 300 ezer méh család pusztul el telente. Június 27-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán délelőtt még felhős lesz az ég, délután az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok, máshol egy-egy zápor valószínű. Az északnyugati szél továbbra is nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.